Nőként minden egyes hónapban átéljük az élet csodáját, amikor ciklusról ciklusra megjön a menstruációnk, és megtapasztaljuk a létezés titkát. Biztosan te is felteszed magadnak a kérdést, hogy mi a részpán fütyülő fészkes rézangyaláért kell átélnünk ezt minden egyes hónapban? No, hát erre a kérdésre keressük a választ ebben a videóban, és remélem, hogy a videó végére megtudod, hogy miért menstruálunk. Én Janka vagyok, ez a Hormonmentes, és ma a menstruációs ciklusról fogunk beszélni. A ciklusunk egy nagyon bonyolult és izgalmas, és összetett hormonális rendszer. A menstruációs ciklus első napjának azt a napot hívjuk, amikor megjön a menstruáció, és itt nem arra gondolok, amikor kis pecsételgető vérzés van, hanem amikor úgy rendesen megindul a vérzés. A menstruációs ciklus igazából négy fő szakaszra osztható. Az első része a menstruációs vérzés, amikor kettő-hét napon keresztül a ményelkahártya vér és folyadék kíséretében távozik a méhünkből. Ilyenkor igazából ribútol a rendszer. A második szakasz a peteérés szakasza. Vagyis hát, amikor a szervezet felkészül arra, hogy megnevezti a petesejteket a petefészkekben, aztán a harmadik szakasz az, amikor az érett petesejt kiszabadul a tűzőből, és megtörténik az ovuláció, a negyedik szakasz pedig az ovulációtól a következő menstruációig terjed, ezt nevezzük luteális szakasznak. Most ezeken a fázisokon fogunk végigmenni. Az egész menstruációs ciklus igazából olyan, minthogyha az agyunk és a petefészkeink pingpongoznának egymással. Tudom, hogy ez egy elég furcsa kép, de azért mondom ezt, mert igazából az egész folyamat az agyalapi mirigyünkből indul. Az agyalapi mirigy termeli az FSH-hormont, ami a follikulós stimuláló hormon, és az azért felelős, hogy elküld egy jelet a petefészkeinknek. Ennek hatására a petefészkeink elkezdik érlelni a tüszőket és benne a petesejteket. Ezek az érő tüszők a petefészkeinkben ösztrogén hormon termelnek, ami egy csomó termékenységi jelért felelős. Ahogy közeledünk az ovulációhoz, egyre magasabb lesz a libidónk, egyre szexinek érezzük magunkat. Ebben az időszakban tapasztalatjuk meg azt is, hogy hát egyre nedvesebbek vagyunk, mert ményaknyákot termel a ményakunk, ami aztán segíti a spenyőnök túlélését. Aztán az ovulációhoz már szinte teljesen közelérve az ösztrogén hormona csúcsra jár, és ez az információ visszajut az agyba, és újra stimulálni fogja az agyalapi mirigyünket, és ennek hatására az agyalapi mirigy kibocsátja az LH hormont, ami egy újabb kis futárhormon, ami aztán visszaküldi az információt a petefészkeinkbe. Ezért mondtam ezt a pingpongozást, mert, mert ez az LH hormon az, ami felelős azért, hogy aztán megreped a nyertes tűző, amelyiknek a legnagyobbra sikerült nőni, és a legszebb petesejtet sikerült kiérlelnie. Ahogy a tűző megreped, és a petesejt kiszabadul, megkezdi a vándorlását és a rövid kis életét a petevezetékben. Hogyha ebben az időszakban találkozik egy spermiummal, akkor megtörténik a megtermékenyülés, és innentől elkezd osztódni a sejtecske, és olyan 5-7 napon keresztül vándorol, hogy szépen be tudjon ágyazódni a mélybe. Ezzel párhuzamosan a kiürült tűzőből sárga test lesz. Ez a sárga test az, ami az úgynevezett sárga testhormont, azaz a progeszteron termeli. Ez a negyedik nagyon fontos hormonunk ebben az egész ciklusban. Ezt az időszakot, amikor a tüssző már megrepett, a petesejt megkezdte a vándorlását, és kialakult a sárga test, ezt az időszakot nevezzük luteális szakasznak és ez az, az ovulációtól a következő menstruációig terjed. Ez az az időszak, amikor a progeszteron szintünk magasan van, és igazából ez a ciklusnak a fix időszaka. Az a helyzet, hogy a menstruációs ciklusunk igazából minden látszat ellenére nem a menstruáció körül forog, hanem az ovuláció körül. Az egész folyamatnak az ovuláció a központja. És hogyha bármi stresszér vagy betegség abban az időszakban, amikor a petesejtek növekednek, tehát a peteérési szakaszban, akkor a szervezetünk képes arra, hogy érzékelje, hogy most nem alkalmas az idő a megtermékenyülésre, és ezért odébb tolhatja az ovulációt, vagy adott ciklusban akár el is maradhat az ovuláció, és hát ehhez képest bizony késhet a menstruációnk. Ezt például lehet, hogy tapasztaljátok magatokon vizsgai időszakban, vagy, vagy tényleg bármilyen stresszes időszakban, hogy hajlamosabbak vagyunk arra, hogy mondjuk ebben az időszakban elcsúszson a menstruáció. De visszatérve a lutális szakaszhoz, ebben az időszakban a ményák a hártyánk elkezd megvastagodni. És véredek képződnek benne, Amik arra alkalmasak, hogy fokozzák a méhünknek a vérellátását, és ha sikerült a megtermékenyülés, akkor a megtermékenyült petesejt kényelmesen be tudjon ágyazódni a minyák hártyába. Persze ez a ritkábbik eset. A legtöbb ciklusunkban szépen végigmegy a folyamat, és kezdődik újra a körforgás. Hogy ez mit is jelent? A progeszteron szintünk magasan van, és ahogy közeledünk a menstruációhoz, érezhetjük azt, hogy elkezdenek feszülni a melleink, tapasztalhatjuk ugye az itt ott megjelenő pattanásokat, és hát a PMS egyéb áldásos tüneteit, amikor feszültebbek vagyunk, és hát a libidónk is alacsonyabb szintet üt meg ebben az időszakban. Hogyha nem történt meg a beágyazódás, nem történt meg termékenyülés, akkor a progeszteron szintünk a ciklus végén lesik, és az egész folyamat kezdődik előről, azaz a megvastagodott ményákártyánkra nincsen szükség, és ezért az menstruációs vérzés formájában újra távozni fog. Hát ez az a körforgás, amit ciklusról ciklusra átélünk. És hogy miért nagyon fontos ismernünk azt, hogy mi történik bennünk, és hogy hogyan is működik a szervezetünk. Mint láthattátok, rengeteg hormon összjátéka az, hogy, hogy hogyan is működik a menstruációs ciklusunk? Ezeknek nagyon fontos üzenete van számunkra, azzal kapcsolatban, hogy milyen az éppen aktuális egészségi állapotunk. Az Amerikai Nőgyógyászok Szövetsége 2006-ban megállapította, hogy a menstruációs ciklus az az ötödik életjel. Ez azt jelenti, hogy a menstruációs ciklusunk éppen olyan fontos információkat tartalmaz az egészségi állapotunkról, mint a vérnyomásunk, vagy a lélegzetvételünk. Hiszen ez a bonyolult hormonális összjáték csak akkor valósulhat meg, hogyha minden rendben van a szervezetünkben, és hogyha bármi komoly probléma lép fel a női szervezetben, akkor a ciklusunk előbb-utóbb jelezni fog. Nem tankönyv szerint működünk. Nem mindenkinek 28 napos a menstruációs ciklusa, és egyáltalán nem biztos, hogy a 14. napon történik az ovuláció. Ezek nagyon gyakori tévhitek, vagyis inkább tankönyvi példák, és ezt próbáljuk igazítani a saját ciklusunkat, de látnotok kell azt, hogy 21 naptól olyan 36-38 napig teljesen normális a menstruációs ciklus hossza. A lényeg az, hogy magunkat és a saját ciklusunkat megismerve tudjuk azt, hogy nekünk mi a normális. Ha attól van valami drasztikus eltérés, akkor érdemes odafigyelni arra, hogy vajon mi történt a szervezetünkben, és ebben az esetben érdemes foglalkozni azzal, hogy mi lehet az egészségi állapotunkkal. Ennyi volt Dióhéjban a menstruációs ciklus. Remélem, hogy közelebb kerültünk a megoldáshoz, és közelebb kerültetek ahhoz, hogy megértsétek a saját testetek működését. Tartsatok velem a jövő héten is, újabb izgalmas témával fogok jönni. Ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára. Megtaláltok a Facebook oldalamon, a blogomon, és most már Instagramon is. Maradjatok kíváncsiak! Sziasztok!